A balmazújvárosi Vivarász Dance Group egy táncfantáziával lépett a színpadra a Varázscipők Társas Tánc Fesztiválon, amelyet 5. alkalommal rendeztek meg Egerben. Ez játék, vagyis olyan, mint egy színdarab. Közben táncolunk, van benne latin, egy kis spanyol. Südi Iringó táncművész, a rendezvény jószolgálati nagykövete 3. alkalommal ült a zsűri asztalhoz. Nagyon örülök, hogy mindig újdonságokkal lépnek föl. Láttam, akik keringőztek, azok következő évben egy picit gyorsabb tánccal léptek színpadra, és azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogyha a táncosok is és a pedagógusok is tudnak fejlődni. Topolánszki Tamás, a Gártonyi Géza Színház tánctagozatának művészeti vezetője, 5. éve támogatja a rendezvényt, és egyben a szakmai zsűri elnöke. Olyan fantasztikus teljesítményeket látunk, tudjuk, hogy fogyatékkal élőkkel beszélünk, de úgy néz ki, hogy a színpadra, amikor valaki kimegy, meg élvezi azt, amit csinál, akkor sokkal inkább egyenrangúvá válunk, és ez nagyon fontos, pont ezért az ilyen rendezvények fantasztikusak. 7 megye 11 intézményéből közel 150 táncos érkezett a fesztiválra.